Kipróbálnánk a szexet, nem? Csak hát az biztos, hogy semmi más nem csinálnék. Én ezt biztos, hogy kipróbálnám. Semmi más hogy? Mi mit csinálni? Elmennék egy plázában vásárolni? Egy nap kevés. Akkor nem akarunk egy napig nők lenni. Én nem. Én vagy egy hétig, vagy sehogy. A sütőport nem tettük be. Mibe? Hát ebbe. Megkeresném saját magam. Meg téged. Meg téged. Ági! Segíts! Na, viszont szerintem... Na, ezt kipróbálnám. Sziasztok! Mi vagyunk a Bástyák, újra itt vagyunk, és megpróbálunk ismét valami nagyon finomat kreálni itt a konyhában. Illetve hát, ha először sikerül. Hát, ha először sikerül, igen. Ha nem sikerül, az se baj, majd legközelebb megint neki fogunk futni. Egyébként ez egy nagyon speciális rész lesz, mert hogy mi sem tudjuk még, hogy mit fogunk csinálni, és miről fogunk beszélgetni, úgyhogy ez nekünk is egy meglepetés lesz. És akkor mi lesz? Hát, majd elindítjuk ezt a gyönyörű tabletet. Ezt a Samsung tabletet? Igen, és majd itt fogunk szembesülni avval, hogy mi lesz a mai menü, és miről fogunk beszélgetni. Az remélem, hogy nem a Csabi előzményeit indítjuk el. Remélem, Csabi, mit néztük utoljára? A P-vel kezdődő oldalt. Á, pornó. Jó, tudja ezt valaki kezelni? Nem, de tudom a PIN kódot. Dobó Ági a képernyőn. Hát látod. Hát én azért valami komolyabb. Ágika. Mindenhol feltűnik. Múltkor nem raktunk rendet? Lehet. Lehet, azért hangok lehet, és meg fogunk ezt szivatni. Na jó, hallgassuk Ágikát, hogy mit kell ma csinálnom. Hello, srácok! Remélem örültök, hogy a mai receptet, illetve a témát is én hozom nektek. Ez szerint én arra gondoltam, hogy nagyon sok finomságot csináltatok már, de még nem sütöttetek semmit. Úgyhogy ez a mai főzésetek, illetve a sütésetek szóljon a habokról, a krémekről és egy jó kis kótárval, és egy tortát kellene elmondani. Tortát? Az a születésnapoknak az ideje. Legyen ez egy klasszik piskóta, a krémje mondjuk egy mascarpone és vaníliás krém, és mondjuk egy csoki ganázsra azért dobjátok. Mire? Jó? A témát illetően pedig, ha már így csajoskodunk és sütök egy kicsit, szerintem nem beszéltetek még az előző főzések során eleget rólunk, a kis párjaitokról. Úgyhogy én arra lennék kíváncsi, hogy ha ti nők lehetnétek egy napra legalább, akkor mit élnétek meg, mit csinálnátok, mire orgazmusoknak elegét? Vennék egy repülőjegyet Dubajba. Akkor mik azok a dolgok, amiket nagyon-nagyon szerettek bennünk? Legalább hármat szedjetek össze ebből, ne csak egyet. És mik azok a dolgok, amik viszont egyáltalán nem szerettek bennünk, és hogyha lehetne, mondjuk talán meg is változtatnátok. Na, hajrá, legyetek ügyesek! Köszi, Ági! Azt hiszem, hogy ez a... Nem tudom, mivel leszünk nagyobb bajban. Három jó tulajdonságukról, vagy a csoki ganásról? Igen, szerintem... Igen, nehezre mondani, hogy ennyire fel lesz adva a lecke. Azt sem tudom, hol a sütő? Ez még csak a negyedik adás kb. És már sütni kell? Ez a sütő? Ez a sütő. Hát valamelyik a kettő közül. Honnan tudjam a Záginak a három legjobb tulajdonságát? Én tudom a drédjét. Nekem mindig a füllempe súgja. Elvileg vannak még itt videók, valami segítséget kapunk. Igen, azt mondta az Ági, hogy van segítség. Igen. Hát nagyon, nagyon remélem, hogy lesz komoly segítség. Na. Azért ebben volt néhány olyan kifejezés, amiről fogalmam nincs, hogy mi lehet. Tényleg? Mi neked van? Én nekem az első, amiről nem tudok, az, hogy sütés. Egy kis segítség, hogy biztosan jól sikerüljön a piskótátok. Ne felejtsétek el, hogy nem csak a tojás fehérjét kell kemény habbal venni, hanem a sárgáját is fehéredésig kell habosítani. Ahhoz, hogy jó, könnyű, habos tésztát kapjon. Ezt az egyet tudtam. Ezt mi is tudtuk. De hány darab tojásból? Ízlés szerint. Az a sütés, az ízlés szerint van, az a sütés, az kimérés. Jó, mi a többi segítség? De azt mondjátok meg, hogy hány tojást válogassunk. Hát mondjuk legyen négy. Négy, és ahhoz tudjuk, hogy mennyi liszt kell. Meg ilyes tortához? 100 gram tojásonként. Ez olyan. Tortához négy darab? Legyen hat. Szerintem kb. Így szerintem az összeset föl kell használni. Jó, akkor legyen 8. Tudjátok, azt csináljuk, hogy megpróbáljuk 10 gram per tojással. De 10 gram az rohadt kevés. Kevés. Hidd el, hogy 100 lesz ez, higgyél nekem. Tök profi vagyok. Srácok, ha egy napig lányok lehetnétek, mit tennétek? Én gondolom, hogy mit tennétek. Te mondod ki vagy én? Gyorsan elmenni. Te mondod ki vagy én? Mondd ki nyugodtan. Én egész nap mosogatnék. Ugyan erre azt gondolod. Azt nézd, hát ez is jó lett.
Ne, az nem ízé, az benne volt. Az nem. De az miért? Az egy fél csirke. De ott már egy kéz van. Az egy csirkefej, bakker. Na mindegy, van ilyen. Majd egész összekerül. Protein. Az a nagy kérdés, hogy az nem volt részletezve, mert ez azért fontos szempontja ennek az egésznek, hogy egy napig nő lehetsz, de a te fejeddel, vagy egy nő fejével? Hát én nagyon adnám, ha az én fejemmel lehetnék nő egy napig. Az úgy nem jó. Az micsoda? Úgy lenne a jó. Az a hát baj, úgy lenne a legigazibb. Hát megkeresném saját magam. Meg téged. Vagy a bástyákat megkeresném. Én nem biztos, hogy akarnék nő lenni egy napra sem. Legalább megtudnám, hogy a nők általában miért késnek mindig. Ja. Mit lehet tökölni? De a Csabi is mindig késik. Mondjuk az is igaz, úgyhogy végülis ez neked nem kell nő legyél. Késtem. Csabi, miért késel mindig? Nem kések. Ugráltatnám a páromat én is, egyfolytában. Jó, legyünk őszinték, mondjuk ki. Kipróbálnánk a szexet, nem? Hát az biztos, hogy semmi más nem csinálnék. Én biztos, hogy kipróbálnám. Semmi más hogy nem. Mit csinálni? Elmennék egy plázában vásárolni? Az úgy is lenne, de biztos elmennék, meg megnézem, hogy a nők mit tudnak ennyibe élvezni egy ilyen vásárlásba. Meg nem tudom, ilyen illatszereket, meg kozmetikumokat nézni. Hát legem is akkor rájönnék, hogy milyen baj jó, mert hogy ezt nem tudom. Na, viszont szerintem... Na, ezt kipróbálnám. Na, ezt kipróbálnám, hogy nő lennék. Figyelj, hát ez azért vannak állandó, hogy egy csomó nő a konyhában, nem? Hát milyen is trükkös szerek vannak. Lehet, nézzek, lassan nézd, lehet. Gyorsabban! Kell ezzel megnyomni még. Biztos? És a Csabi is tudna, hogy mit kell megnyomni legalább, egyszer nő lenne. Hát nem ment még rá, de figyelj, szerintem ez így nem lesz jó. Hát egy forr, egy kicsit... De akkor is föl fogja verni. Úgy jó. Azt nem én voltam. Ez borul a gép. Gyere tedd be! Titkos alapanya! Ebből ezek sokkal nem lesz hab. Micsoda? Dehogy tudja, hogy azért, mert a sárgáját belejtettétek. Nem. Már kell. De miért nem pecesztett ki belőle? Nem bírtam, próbáltam, de esélytelen, túl sok volt benne. Elmondanád, hogy mit próbálnál ki, hogyha nő lennél egy napig? Egész nap shoppingolnék. És mi? Műszempilla. Műköröm. Nekem azért nehéz kérdés, mert hogy én annyira jól érzem magam a férfigén meg a bőrömben, hogy én nem tudom, én nem szeretném, a nőnek macerásabb lenni, mint egy férfinek, nem? Hát ha csak a készülődést nézem, a készülődés, amit mondjuk reggel elkészül. Mindig jól kell kinézzél, mindig alapjárban legyen rajta, mint mondjuk vannak szerencsék, például a Szabina az tök szerencsé ebben a szempontból, mert ő például nem szokott nagyon sminkelni, és így is szép. Körmös, vagy műszempilla, mennyi három órákat voltam egy műszempilláért, aztán nyilván a barátnője még kezdő volt azért ilyen sokat, de hogy ha ezeket így nézegettem, szóval így nem. És akkor ehhez képest meg fölébredek, fölveszek egy pólót, igen, nem, elindul. Séró belő, napszemüveg, az cső. És így is jól nézel ki. Na jó, de van egy csomó érdekes dolog, ami tényleg lehet, hogy érdekes lehet számunkra, amit biztos, mondj hogy sose fogunk megélni. Ugye nyilvánvalóan a szex, ugye? Igen. Amiről már beszéltünk, de mondjuk kipróbálnátok-e, hogy milyen terhesnek lenni? Nem. Biztos, hát főleg nem a mi feleségünkként, meg félképp nem próbálunk ki. Nem, szülés. Dehogy is, hát normális. De azért kipróbálnám, hogy tényleg hogy azt gondolom, de hogy most még nem tudok női aggyal gondolkodni, azért látom, hogy azért ez egy szülés egy nőnek azért az kemény. Nem is marad nőnk semmire. Semmire nem marad. Semmire. Egy nap kevés. Nem. Akkor nem akarunk egy napig nők lenni. Én nem. Én vagy egy hétig, vagy sehogy. Nem egy hónap kell, az jó sok pénzkereseti lehetőség. Elmenni Dubajozni. Ja, tényleg, meg legalább meg tudnánk könnyen azt, hogy mész az utcán, és utánad néznek, és érzed azt, hogy... Hát ezt mondjuk gondolod, én tudom. Én is. Ne haragudjatok. Hát így belegondolsz, hogy tudod, hogy ő most mire gondol, hogy mit csinálna veled. Ezt is tudom. Mindenit. Tudod, mit próbálnék ki? Na, megvan az, hogy tudod, nők, hogy milyen jól tudják hozni manipulálni a férfiakat. Na, azt megnézném, hogy azt kipróbálnak. De figyelj, csomó minden érdekes dolog van, mondjuk el tudnánk menni, be tudnánk menni egy női, nem tudom, öltözőbe. Akkor ott meghallgathatnánk, hogy miről beszélnek a nők, hogy dumálják ki a pasiaikat, a barátnőiket. Én szerintem ők rosszabbak, mint mi. 100%. Fejed fölé mered tenni? Kinek a feje fölé tegyem? Gyere, tedd ide! Hát figyelj, nézd. Nem tudjuk le. Ez hab, gyerekek, ez hab. Jó, kiverted! Kicsaptam a habot. Na, elment nőnek. A szülés után egy pillanat biztos, hogy jó lehet egyébként.
Hát amit én láttam belőle. A megkönnyebbülés? Igen. Ja, hát az amikor éreset adsz és a kezedbe fogod. Igen. Na, az jó hát lenne. Az de az ugyanúgy szerintem nekünk is ves. Lehet, lehet, hogy egy nőnek másabb, sőt biztos, hogy másabb, mert azért 9 hónapig azért az őt. Persze, az ő testében, testében van a kicsi, úgyhogy az biztos, hogy az utána lévőt, azt kipróbálom azt a pillanatot egyébként, az biztos, hogy jól lehet átélni. Azt nem tudom, hogy nálatok is így van, de mondjuk nálunk az Ági gyakorlatilag mindenen sír. De tényleg mindenen tud sírni. Én amióta mi együtt vagyunk, én ugyanilyen vagyok. Amióta gyerek van, esküszöm nektek. Én 30 évig nem voltam egy érzelgős faszi, de amióta a Filip az életemben van, azóta nagyon megváltozott. És a legalapvetőbb dolgokon is el tudok érzékenyülni. Akár egy idősekre vonatkozó reklám, egy állatos videó. Sírok a Forrest Gumpon. Jó, de mondjuk sírtam régen is. Sokan. Egyébként sokszor elérzékenyülök, de szerintem ez nem ciki. Te picsoksz otthon? Elbújsz és sírod? Nem. Nem. Én mondjuk ezt próbálnám ki, hogy mi az Istentől lehet mindenen sírni. Én az én sírtam egyedül a Oroszlán királyon. De az már jó, de 6 éves voltál. Te vagy is 18. A filmeken én is szoktam, de hát most így nem. Szóval így nem úgy, mint a Dávid, és egy reklámfilm, vagy reklám is jó maga. Na, ez milyen én a főzőtudományodon sírom el magam. Gyerekek, olyan illata van, mint a madártejnek. Lehet, hogy ez is így készül. Gyerekek, kipróbálnám az autóvezetést is, és hát ha rájönnék, hogy mi az Istentől nem tudom vezetni a nők. Igen. Miért olyan nehéz probléma? Parkolni? Igen. Azt mindenképpen kipróbálnám. Féltök jó. Tuti elmennék egy ilyen csak nőknek szóló jóga terembe, vagy valamilyen fitness terembe. Na jó, de oda azért jó, de menjél el, hogy hesszeljél. De most akkor férfi vagy a gondolkozom. Persze. Mit csináltok? Lisztem bele. Rakjuk a lisztet. Oké, de miért abban a spatulával izélet kenegeted? Hát, hogy ne törje hogy össze, ne törjük össze a habot. Jó. Te is tudod, hogy mire fogunk visszakanyarodni. Biztos, hogy a szexre fogunk visszakanyarodni, ugye? Igen, szerintem igen. Igen, végül is akkor elmegy a fél nap azzal, hogy felöltözöl, a második fél napban szexelsz, és gyakorlatilag semmit nem tudtál meg erről az egészről. Igen, hogy hogy kell felöltözni ahhoz, hogy szexelsz egy fél napig. Hol tartasz? Istenem. Jó, Istenem. Szép a rakolám. Jó, már szép. Jó, Istenem. És mondjuk egy jó menstruációt kipróbálnátok? Te hülye vagy, de most komolyan, hogy a b***a tudsz ilyet kérdezni most? Kis legyek, kibírhatatlan legyek. Á, nem. Ja, tényleg, meg ezeket a válaszokat lehet, hogy megértenénk. Amikor kérdezel valamit, válaszol valamit, és totálisan nem azt gondolja. Akkor meg tudnánk, hogy mi az a semmi. Mi a baj? Semmi. És a hozzáadott arc mi lehet? Semmi. Igen, na ezt, erre az a semmire kíváncsi lennék, hogy ez mit jelent, ez a semmi. Az legalább megtudnám, hogy mi az a semmi. Hoppá! Na, felső alsó sütés. Forró levegő? Miért ti hány évvel sütök ott? Én mondjuk egyen sem. Jó, alsó, felső? Igen. Nézzük már, hogy nincs benne semmi fölösleges. Jó, tényleg nem baj, hogy ki tudjuk pakolni. Mi a hőmérséklet? 180. Nem véletlen, Bors. Ezt tudja, nem? Ez megcsinálja. Oh! A labda! Most jöjjön le! Légy szíves. Beleesett. Tényleg finom. Lehetne ez is egy játék. Hogy? Ki tudja, tehát ugye pattanásból bele tudod-e dobni. Onnan egy patt, és akkor bele. Ez egy pingpong. Na, ez legyen az első. Váá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 á Akkor mondd le még egyszer. Csomó mindent csinálnál, de legfőképpen szexelnél, ha nő lennél. Én biztos, hogy azt próbálnám ki leginkább, hogy milyen lehet, amikor... Oké, és mit próbálnál ki? Szexuális aktus létesítesz. De mit próbálnál ki? Tehát van olyan, mint amikor kérdik... Mondjam, vagy mutassam! Mit éreznek a nők? Igen, hát ezt mind kipróbálnám. És milyen fejtlenkor? Mindent. Mindent. Ami belefér. Most is óvatosabban akkor, mert azt mondod, hogy óvatosan kell. Ezt most nem kell óvatosan? De ezt is óvatosan csinálom. Hát óvatosan kell. Oda néz, milyen óvatosan nagy, csinálom. Nagy határozott mozdulatokkal. Ahogy csinálnád, ha nő lennél. Do it. Azért akkor nem baj, nem köpködöm meg. Miért, ha nő lennél, lehet megköpködnéd? Jaj, szerintem ez figyelj, az a baj, hogy ez már így feldobta a 18-as karikát erre. Az biztos, hogy ezre kiker írni, hogy 18-as karika egyébként, meg csak éjszaka fogjuk leadni ezt. Úgyhogy ez a szállítva, hogy csak éjszaka lehet nézni. Úgyhogy ez nem 12.00 délben, hanem
éjfélkor jön ki. Kiveszed azt a cuccot belőle? Egyébként a szexnél azt próbálnám ki, hogy mi a jó a nőknek, hogy mitől igazán jó nekik a szex. Vagy hogy tényleg jó-e? Vagy hogy jó. Állítólag annyira vagy, hogy megjátszák. Hogy lehet, például arra leszik, hogy hogy tudják megjátszani, hogy igen, rossz a szex, de hogy megjátszák, hogy jó legyen. Mert iszonyat színész nők a nők. Hogy lehet lefeküdni olyan emberrel, akitől undorod, de hogy pénze van. És ugye nagyon sok ilyen magyar hírességet ismerünk meg nőt, hogy azért lefekszenek valakivel, mert pénze van. Szóval, hogy az anyámban lehet? Vagy azt nem biztos, hogy kipróbálnám nőként. Nem biztos. De van az a pénz, nem? Amiért kipróbálnám? Hát van. Lenne egy Gucci táskám. Miért van az, hogy a nők szex után valaki sír? Miért sírnak? Annyira jó volt. Annyira jó volt. Nekem mindig így köszönik meg. Zokognak. 18-as karika kikerül. Most bátran beszélhetsz. Na, végre! Na, végre! Most már beszélhetsz a s***ról! Szerintem a krémet ne gondoljátok túl, legyen egyszerű, de nagyszerű, a mascarpone ehhez egy tökéletes alapanyag, tegyetek bele egy kis vaníliát, és könnyítsétek ki egy kis keményre vert tejszínhabbal. Könnyítsük ki. Keményre vert tejszínhabbal. Jó, hát ott van habtejszín, mascarpone. Jó. Baszki, a sütőport nem tettük be. Mibe? Hát ebbe. Jó, bele kellett volna tenni? Akkor vissza az egész. Na, hogy de van vissza. Spatulázzuk ebbe vissza. Ne, hát ebbe is lehet a felét ide, felét oda, és elkeverjük. Jó. Biztos, jó lesz az úgy? Persze. Jó, Csabikám. Jó lesz, Csabi. Tejszín kell hozzá. Ó, mi az anyám ott ilyen forró? Hát a sütő. És akkor beszéljünk a második feléről. Ugye azt mondta az Ági, hogy három, igen, jó tulajdonságot próbáljunk meg felsorolni, és egy olyat. Csak egyet. Egyet, csak egyet. De itt... Ez meg kéne fordítani. Igen, az inverszének kéne lennie, hogy... Három rosszat és egy jót, de akkor nem engednek haza. Itt alszol, itt alszol, elalszol. Jaj, nem tudok három rosszat. Hú, csak az Ágira nem mondjál rosszat, mert akkor itt se aludhatsz. Én tudom, hogy az Ági hálás. Igen? És lelkes. És lelkes, legyen neked ennyi elég, jó? Ezt akkor ez tudtam meg, amikor lány voltál. Én ezt nem választanom meg, amikor lány voltam, akkor voltam erre shoppingolni. Hogy nyílik? Ezt bekapcsolod? Ne szívassál már. Eject. Na jó! Eject. Hű, hallod én? Te még ahhoz szoktál, nem? Megnyomod figyelj, a gombot. Megnyomom, kijön! Fehér kocka alakú. Na jó, figyelj. És itt nincsen semmi, ami folyog körbe? Nem, nincsen. Nem á. Te figyelj, hol van? Ez a názó tényleg? Ági! Segíts! Remélem a csuhiganástól nem szartatok be. Lehet, hogy egy kicsit fancy-nek hangzik, de egyébként ez egy borzasztóan egyszerű dolog. Törjétek össze a csokoládét és meleg tejszínt öntsetek rá, és ezt úgy olvasszátok fel, hogy levegőt ne juttassatok bele, legyen egy ilyen fényes, homogén massza, ezzel a tetejét megkenitek a tortának, és csodálatos lesz, és isteni. Hogy tudsz nem oxigént belejuttatni, ahol mindenhol oxigén van? Csinálunk ilyen légüres teret. De mi buporékba így feküdjek rá? Vagy mit így? Így benyek be? Szabiban szeretem egyébként, hogy amit mindig is szerettem, hogy hát, hogy a jéghegy csúcsán bárhol lerakom, ő megél. Szóval, hogy talpra esett nő, kiáll az igazáért, amit elhatároz, hogy eldöntött, azt megcsinálja. De ezt mondjuk mind a három lányra elmondható. Én abszolút egyébként, hogy hasonló karakterek egyébként. Tényleg szeretem, hogy tényleg házias, nőies, szerintem jó anyuka, nagyon egyébként, egyre jobb. Amit nem szeretek benne, és attól tényleg így falra tudok mászni, ez az utolsó szó. Szóval az utolsó szó az övé legyen. Csak az övé lehet. És amikor így tudod, így mondod neki, hogy figyelj, légy szíves, nem akarok veszekedni, és így áll. Gábor! Azt mondja. Gábor! Figyelj, akkor van az, hogy így... Úristen. Nem tudja elengedni, és általában mindig akkor, amikor én lefekszem aludni, és akkor szeretném mindig megbeszélni. Ez egyébként nálunk is így van. Úgy ne feküdjünk le, hogy nem beszéltük meg. Mondom, jó, majd megbeszéljük reggel. De ő nem tud úgy lefeküdni. Én mondom, szeretnék lefeküdni aludni, és akkor ebben megint jön egy veszekedés. Úgyhogy ezt nagyon nem bírom elviselni egyébként benne ezt a részt. De ez női, kész, ezt meg kell nálunk. De Ági nem csak ha vitázunk, akkor akarja megbeszélni, hanem egyébként lefekvés után jut neki eszébe a világ nagy dolgait megbeszélni. És elkezdi. Én erre azt szoktam mondani, hogy ilyen szájmenése van a Barinak, amikor lefekszünk. Sok rétűségét nagyon szeretem, hogy mellette egy másodperc nem unalmas. Én imádom a humorát. Tehát, hogy szerintem amúgy egy jó kapcsolatnak az alapja az, hogy tudjatok nem csak együtt, hanem akár egymáson is nevetni, és nálunk ez... És jó ízése van. Hagyjuk egymást élni, tehát hogy nálunk nincs ez a nagyon
minden pillanatban együtt kell lenni, de és akkor... jó. Igen, tehát ezt hogy nekem, nekem is megvan a saját én időm, neki is megvan a saját én ideje. Én azért egy héten, az egy napra vagy kettőre leszoktam menni Székesfehérvárra meglátogatni a szüleimet, a nagymamámat, a barátaimat. Hát nyilván van, amikor együtt megyünk, de van olyan is, amikor egyedül megyek. És akkor el tudok menni kártyázni, el tudok menni focizni, futni, nyilván ezeket kevesebb szerve. Erre beszélgetni kéne a Grétinek, meg az Áginak. Hát, kéne, van az a pénz, srácok, amiért ezt azért meg tudom menedzselni. Van ez, a, ez az én idő, mert én mindig kérem, hogy legyen én időm négyszer, mert hogy kell. Szerintem nem kell folyton együtt csinálni mindent, mert én nem is bírnám. Szóval nekem is van ilyen én időm. Kell, hát a bástyák is az én idő most már. Reggel 6.30 és 7 között a fajanszon. Ott van egy kis én időm. Hoppá! De most kikapcsolt, úristen! Ja, ez jó, hogyha annyira állítottátok be. De nem állítottunk be semmi. Akkor te 20 percet, akkor de... Akkor tudja magától. Ennyi. Kimondtátok, hogy piskolta őt. Azt nézd! Na, hogy ez azért komolyan néz ki? Oké, csak gyorsan, mert aztán a levegőtel ez összeomlik. Ez jó, gyerekek! Hát ez paráni! Mi van? Au! Azt nézd, milyen jó kés. Jó. Adjad. Oké. Azt nézd. Pizza kés. Azért, mert zöld-fehér. Persze, hogy na gyerünk. De ne jól tudom. Ne fog meg meleg. Igen, azt érzem. Na, én a talán egy picit alap dolgokban rendetlenségét nem szeretem. Tehát az, hogy nálunk sok olyan munka van, ami mondjuk ilyen férfi-női felosztás, az nálunk másképpen működik. Tehát, hogy például én mosok nálunk. Én teregetek, én rakom el a ruhákat, de nem csak a sajátomat, hanem nyilván az övét, meg Filipét jó, is. Is. Nagyon jó. Akkor gyakorlatilag te nem tudom menni róla? Te már nő vagy. Nem. Te nem ezt már kipróbáltad, ezt a bulit. Ja, amiről tényleg, beszéltünk korábban. Tényleg igazad is van. Szabi is ugye takarít meg, mindig rendet csinálni, és akkor az tényleg patyolad. De igen, hogy, de mindig is. Azt mondom neki, hogy figyelj már, hogy nem kell állandóan rendet tenni, hogyha egyből elpakolnál. Ha folyamatosan pakolsz. Én ne szóljak be ebbe, és miért szímél, megint kóstolgatom, és mindig ez megy, hogy akkor inkább már nem szólok. De ugye egyébként mindig mondom, hogy magadnak nyernél időt abban. Pontosan. Hogyha ezt egyből elraknád, kevesebb munkád lenne. Abszolút nálunk is így van, hogy az Ági azért nem a rendrakás királynője, bár hogyha ezt most hallja, akkor valószínűleg sikítani fog. Még nem hallja, de pár hét múlva. Ha majd hallani fogja, igen, akkor sikítani fog, de tényleg ő is ilyen. Pont de ugyanaz, amit elmondtad. Ez jó tetőnek, hogy ilyen nem. Miért? Melyik cicit szereted jobban? Igazad van, ez jó tetőnek. Az Áginak a jó és a rossz tulajdonságai azok folyamatosan változnak. Tehát az elmúlt 10 évben, mondjuk amikor megismerkedtünk a kapcsolatunk elején, akkor volt egy csomó olyan tulajdonsága, amiért beleszerettem. Aztán idővel azok a tulajdonságok elkezdtek zavarni. Mint például? És más jött előtérbe. Mit tudom én, az elején, akár ez, amiről beszélgettünk, hogy ilyen kis érzelmes volt, cuki volt, mindenen elsírta magát, és a többi egy idő után ez már inkább átment zavaróba. Aha. Ami neki nagyon jó tulajdonsága, az, hogy képes volt fejlődni egyébként. Aha. Tehát ahonnan indultunk, amilyen volt a személyisége, amilyen volt az élethez való hozzáállása, ahhoz képest irtózatosan nagyot fejlődött. Hát pakoljad, hogy Gabika meg itt egyengeti. Fú, de jók vagytok együtt, én meg zseniális lett ez a építészkedem. Hát nem csak a hab, a piskóta is. Jó, ne, Csabi! Kell bele bőven, gyerekek. Az a legrosszabb, amikor a rétegek között ilyen hajszálnyi. Jó, akkor tegyél még. Ebbe még lehet, nyugodtan, kenegesd el. Hagy rakja. Nézd meg, ha ezt így elfelezem. Igen, csak ráteszem most ezt a súlyt, ezt tudod, hogy... Ez egy kemény hab lett, gyerek. Fű, de rendben van. Öcsém, ezt tart. Nem iszonyat jó lett ez a hab. Nem tudom, kinek készül, de kár, hogy nem mosan a szülinapon. Ugye? Pedig az elején azt mondtad, hogy te nem fogsz ebből lenni. Várjátok, most miben vagy? Én most visszamentem az első témához. Így szoktad befejezni, nem? Ez a gyárdust. De köműves kelemen vagy. Ki kell egyenlíteni, színbe csak kell hozni. Csak nyomatjára. De ne tedd rá, Csabi! Lehet, hogy meg kellett volna válni kicsit kívül a piskóta, mert hogy kezd a olvadni. Hát azért kell gyorsan csinálni. Hát akkor csináljuk gyorsan, hogy ez rohadtul kezd olvadni. Gyerekek, ez olyan, mint egy Big Mac. Egy rohadt nagy Big Mac. Rohadt, jó. Már kezd dőlni, gyerekek, most egy kicsit olyan, mint a Fertőtorony. Ósz, jó, szép volt. Akkor vigyük ki a kinti hűtőbe. Miért kell kivinni? Mit szólnátok, ha kivinnénk a kinti hűtőbe? Ja, vidd ki a hűtőbe. Jó, ne, ezt mondtam! Gyorsan vidd! Figyelj, ez le fog esni.
Ezt mondtam, hogy... Meg lehet azt még menteni, van egy csomó habunk. Ezt mondtam. Picit szétcsúszom a történet. A hűtőt nem lehet megmenteni, de... azért, mert melegen raktuk rá, a meleg piskótára ráraktuk a habot. Azt a mindenit. De ezt nem mondta az egy videó, hogy fiúk. Várjátok, amit kívül a... Kezdjük előre. Feldíszítetted, vagy miért jössz ennyi lassan? Kikeráztad azt a tortát? Próbálom tartani azokat a dolgokat, amik lehullanak. Mi? Néhány dolog lehullik a tortáról. Akkor siess vele. Mi hullik? Persze, sietek. Hát mondjuk egy a felső emelet. De ennek szinte semmi baja nincsen. Ez... mi baj? És a csámú építész, hallod? Te építész vagy? Ez rusztikus. Hát ez rohadt rusztikus. Ez olyan, mint egy szétlőtt rom a délszláv háborúban. F***ünk ki van, hogy mindent elcseszünk. És ez is olyan szép lett, de megint kapkodtunk. Nem, ez olyan finom lett. Csináltunk akkor nyereményjátékot a kedves nézőknek, hogy a szerencsés nyertes kóstol. Hát igen. Vagy a szerencsétlen. Éppen mit fog ki? Innentől lesz igazán rusztikus. Ugye, ha ez teljesen belepi, nem is fog látszódni, ez milyen csúnya. Hát az, az egész pultodat belepi. Szerintem van elégre. Azt, de te hallod, de olyan meg itt a habbal. Na, ezt most nem érsz oltam. De most miért volt? Gyerekek! Figyelj, ez ilyen csoki szökők. Figyelj, minden lefolyik. Nem, ez csoki vízesés. Ez vízesés. Nem marad ezt rajta csoki. Nem tudom, hogy kinek van szülinapja, de boldog szülinapot kívánok neki. Egyébként innen úgy néz ki, mint valami kalap. Igen, de nézd meg, milyen jól néz ki. Igen, nagyon jó, akkor figyelj, megszorom az egészet. Igen. Ági, ezt megcsalás. Én szerintem ez jól sikerült, ismét. Jó. Az íze most viszont jó, zseniálisan finom lett szerintem. Viszont ismét nem néz ki túl jól. Úgyhogy... majd legközelebb. Legközelebb, hát ha összejön. Én őt már nem szeretném kiívni. Teljesen le fog fogyni róla. Nem, nem baj. Jó lesz ez, bekerül mindjárt megesszük. A hűtőbe. Ezt, szerintem ezt így be nem szerintem kimaxoltuk. Figyelj, amit tudtunk, megcsináltunk. Figyelj, ez nem fogott ki rajtunk annyira, mint a sajt szerintem. Nem, ez sokkal jobb lett, mint a sajt szerintem. Ez jobb lett, csak nem néz ki jól. Igen. Nem, ez csúnya, de finom. Na gyerekek, akkor szerintem mára végeztünk. Így van, reméljük, hogy mindenkinek tetszik a gyönyörű szép torták. Akinek az nem, íze az meg jó. Úgyhogy az maradt hátra, hogy mindenki iratkozzon fel. Nyomja meg ott a jobb vagy bal alsó sarokba lévő kis harangocskát. Feliratkozás YouTube-on, Instagramon, Facebookon. Facebookon, mindenhol. Mindenhol. És nyomjátok a lájkot, a megosztást, a satöbbit. Gyerekek, mi voltunk a bástyák. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!